közös brüsszeli pályázatot készít Nyíregyháza három testvérvárosával, Szlovákiából, Eperjes, Romániából, Nagybánya, Lengyelországból pedig Bielsko-Biela csatlakozott a jövő évben induló projekthez. A városok képviselői nyíregyházi látogatásukon az együttműködésről egyeztettek, a programban közös kulturális rendezvényeket szeretnének lebonyolítani, de mellette fontosnak tartják az oktatás és az ifjúsági kapcsolatok határon átnyúló lehetőségeinek kihasználását. Ez a projekt ugye lehetőségekhez mérten 150 és 300 ezer euró között van, mert több szinte szeretnénk pályázatot benyújtani. A projekt az egy lájtos elemmel kezd, és nem is akartunk az elején rögtön egy nagy projektet behozni. Azzal fogunk kezdeni, hogy a sporton, a népzenén, néptáncon, a népi hagyományokon, a gasztronómián, a kiállításokon, a különböző konferenciákon keresztül először ismerjük meg egymást, ismerjük meg egymás szokásait mélyebben, és utána, hogyha ez mind a négy városon keresztül megy és átér, akkor utána terjeszkedjünk tovább nagyobb léptékű projektek felé. A pályázatot márciusban adják be, addig kell kialakítani a projekt részleges bemutatását, kiválasztani a pontos célcsoportot és pozícionálni a városok szerepét. Nyíregyházának már 11 éve testvérvárosa Nagybánya, a település alpolgármestere bízik a további sikeres közös munkában. Ennek a találkozónak lényegében az előkészítése már a gesztenyi ünnepen megtörtént, akkor Ulrik alpolgármester úr már elmondta az elképzelését arról, hogy egy a négy város részvételével egy európai finanszírozású kulturális pályázatot szeretnénk összehozni. Már akkor beleegyeztünk, és megjött a meghívó, és ime itt vagyunk Nyíregyházán. Ebben az évben már 5. alkalommal találkozunk Nyíregyháza vezetőivel, és mind jobban és jobban közeledünk egymáshoz, összemelegedünk, tehát a régen megkötött testvérvárosi szerződés most telik meg igaziból tartalommal. Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc a közös internetes felület létrehozásának fontosságát hangsúlyozta, azt is hozzátette, az ifjúságot a digitális vonalon keresztül lehet megszólítani, és annak segítségével a legegyszerűbb a határokat átívelve megismerni egymást.